Felavatták Bethlen Gábor szobrát Marosvásárhelyen születésének 440. halálának 391. évfordulóján. Az erdélyi fejedelem adományozott szabad királyi városi címet a településnek, amelyet ő nevezett először Marosvásárhelynek. A járványhelyzet miatt szűk körben leplezték le Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szobrát Marosvásárhely főterén. A koronavírus miatt nem lehetett jelen Szijjártó Péter magyar külügyminiszter sem. A magyar kormány üzenetét Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár tolmácsolta. Számunkra példakép Bethlen Gábor álhatatos ragaszkodása elveihez, hitéhez, azon meggyőződéséhez, hogy minden nehézség ellenére Erdély felvirágoztatható, a magyar nemzet egyesíthető. A szoboravatás körüli nehézségekről is említést tett beszédében Péter Ferenc, a Maros megyei RMDS, illetve a megyei tanács elnöke. Szerinte Marosvásárhelyen hasonló korszak zárult le Sóz Zoltán megválasztásával, mint Erdélyben Bethlen Gábor trónra jutásával. Sóz Zoltán polgármester köszönetet mondott a szoborállítás ötletgazdáinak, Vas Levente parlamenti képviselőnek, Kali Istvánnak, valamint Harmat István és Sánta Csaba szobrászművészeknek. A városvezető szerint Bethlen Gábor egyik legnagyobb erénye, hogy meg tudta őrizni és fel tudta virágoztatni Erdélyt és Marosvásárhelyt is. Egy város emlékezetében nem csak a nagy történelmi személyiségek élnek, de azok is, akik sokat tettek az emlékezők közösségéért, akik építették, gyarapították azt. Bethlen Gábor tehát kétszeresen is rászolgált arra, hogy a mai naptól ezzel a szoborral is emlékezzünk rá. Nem csupán Erdély egyik, vagy talán a legjelentősebb fejedelme volt, de Marosvásárhely atya, sőt keresztapja is, hiszen elsőként ő nevezte így városunkat. Sóz Zoltán emlékeztetett, Székelyvásárhely 1616-ban kapta mai nevét, illetve a későbbi fejlődését eredményező szabad királyi városi rangot Bethlen Gábor fejedelemtől. Április 29-én, ennek 405. évfordulóján, amennyiben a járványhelyzet is lehetővé teszi, nagyszabású ünnepséget szeretnének szervezni ennek emlékére.